searching the area. Beats one. Hang on. Oh my! Játék az élet. Betethome.com. Most 100%-os VB bónusz. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Köszöntjük Önöket. Játék az élet, mondja a Betethome szlogenje, és mondjuk mi is mai vendégünkkel, Ladinszky Attilával, az Anderlecht és a Feyenoord egykori gólkirályával. Köszöntelek. Köszöntelek én is, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket is. Attila, az Anderlecht nyerte az idei bajnokságot Belgiumban, azt hiszem a 30-at, és egy nagyon szép kiadvány jelent meg ebből az alkalomból, itt is van nálad. Igen, itt van az újság, amit megjelentetett az Anderlecht, és a legértékesebb és a legnépszerűbb játékosokkal csinálták ezt a riportot, és elküldtek hozzám egy fotoriportert és egy újságírót, három napig voltak nálam, és 6 oldalas cikk jelent. Gratulálok, muszáj azonban dolgoznunk, ezen a héten a VB előkészített mérkőzések kerülnek középpontba, előtte azonban egy jó hír, a Betethome május 26-tól június 16-ig, 100 euróig 100% bónuszt ad minden fogadónak, kérem éljenek vele, vágjunk bele, Spanyolország, Szaúd-Arábia, mondom a Betethome odszait, 1,1 hazai győzelem esetén, 3,5 a döntetlen, és 15-szörös a szorzó, ha Szaúd-Arábia nyerne. Hát én a spanyolokat tartom az egyik esélyesnek a VB-n, és tippem 1-es. Fix 1-es. Tunézia, Franciaország. 4,5 hazai győzelem esetén a szorzó, 3,4 a döntetlen, és 1,7, ha a franciák Tunéziában nyernének. Hát a franciák nagyon keservesen jutottak ki a VB-re, ugye Írországtól 1-0-ra kikaptak, majd jött Henri kezezése. Igen, de azt ne felejtsük el, hogy ragyogó csatársoruk van, Anelka, Rivéri és Henri, és én szerintem fix 2-es. Fix 2-es. Magyarország, Németország. 6,3 magyar győzelem esetén a szorzó, 3,6 a döntetlen, és 1,5, ha Németország ugye idegenben nyerne. Németek Máltát még 3-0-ra megverték, de 1-0-ra kikaptak Argentinától. Én hála Istennek, hogy most már az U20-as válogatottból is van egy-két játékos a keretbe, és úgy néz ki, hogy pályára is lépnek, itt a német Krisztiánra gondolok. És attól függetlenül hát a német csapat sokkal erősebb, és lehet, hogy egy X-et kitalálni. Lehet két esélyt tippelni egyébként. Hát X2. A változatosság kedvére egy kis forma, egy, a török nagydíj következik. Egy-két érdekesebb szorzó, Vettel 2,8, Webber 3,2, Alonso 4,8, hát a Red Bull eddig minden pole pozíciót megnyert minden futamon, legutóbb pedig Webber, sőt nem csak legutóbb, hanem már előtte is rajtszélzőzelmet arakott. Igen, csak azt ne felejtsük el, hogy az Alonso Monakóba 17. helyről rajtolt, és 6.-ként végzett. Tehát rátippelsz. Én rátippelek. Kedves nézőink, ennyi volt ma a Tuti Tippek első része. Találkozunk a folytatással 0:20 a nagyfilm után itt a Duna TV-n Önökkel. Ne feledjék, tehát 0:20-től folytatás, de azt se feledjék, hogy a Betethome május 26-tól június 16-ig 100 euróig 100%-os bónuszt ad minden fogadónak, éljenek vele, a viszontlátásra. A viszontlátásra. Játék az élet. Betethome.com. Most 100%-os VB bónusz. Approaching the area, beats one, hang on, oh my, did you see that? Oh, there's no doubt. Játék az élet. Betethome.com. Most 100%-os VB bónusz. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com.
Kedves nézőink, köszöntjük Önöket mai szakértő vendégünkkel, Ladinszky Attilával, az Anderlecht és a Feyenoord egykori gólkirályával. Mielőtt munkához látunk egy jó hír, a Bet at Home május 26-tól június 16-ig 100 euró erejéig 100% bónuszt ad minden fogadónak. Kérem, éljenek vele! Új-Zéland-Szerbia 7,8 a betathome.com szorzója, hazai győzelem esetén 4,7 a döntetlen és 1,35, ha a Szerbia nyerne idegenben, mindketten ugye VB résztvevő. Hát Szerbia most fog először játszani fehér sasok néven, és nagyon jó védelmük van, én szerintem ez tuti kettes. Tuti kettes. Igen. Anglia, Japán. 1,3 a szorzó hazai győzelem esetén, 4,25 a döntetlen, és 8,25, ha Japán idegenben nyerne. Hétfőn Anglia 3-1 verte Mexikót, előtte Egyiptomot is 3-1, viszont Brazíliától kikapott 1-0. Hát az angol klubfutball a harmadik virágzását éli, és most tényleg itt az ideje, hogy a válogatott is egy jó eredményt érjen el. Én szerintem kellemes meglepetés lesz, tuti egyes. Mexikó-Gambia következik, 1,4 mexikói győzelem esetén, 4-szeres a szorzó a döntetlennél, 7,2 ha Gambia nyerne. Mexikó első VB meccsét a házigazda Dél-Afrikával játsza, ezért most utazik a világban, idegenben játsza a mérkőzéseit, ugye Angliától kapott ki a hét elején 3-1, szerdán pedig Hollandiától 2-1. Én a 3-1-es angol meccset láttam, és a mexikaiak nagyon szép futballt játszottak, szerintem simán tovább fognak jutni a csoportjukból, és most is egyesre tippelek. Fix egyes. Chile, Észak-Írország, mondom a szorzókat, 1,5 hazai győzelem esetén, 3,65 a döntetlen, és 6,15, ha Észak-Írország idegenben nyerne. Chile kikapott Mexikótól 1-0, otthon 2-0 verte Trinidad és Tobagót, szerdán pedig 3-0 Zambiát. A legjobb két csatárú, Gonzalez és Sanchez. Sanchez egyébként Zambiának 2 gólt rúgott. Hát véleményem szerint Chile nem sok jóra számíthat a világbajnokságon. Elég gyenge kis csapatuk van, és egy olyan csoportba kerültek, ahol a spanyolokkal is meg kell mérkőzniük. Már egy pontszerzés is siker lehet náluk, nekik. És de hát az északírek, itt adjunk 2 tippet szerintem. Szerintem egy X belefér, vagy pedig kettes. X vagy kettes. Kedves nézőink, ennyi volt ma a tuti tippek. Megköszönöm Ladinszky Attilának a szakértő közreműködést. Egyébként tippjeidet a kedves nézők már láthatják is a képernyőn. Én is köszönöm a meghívást, és remélem, hogy tippjeimmel tudtam segíteni Önöknek. Kedves nézőink, várjuk Önöket jövő pénteken is 22 óra 15 perckor tuti tippekkel itt a Duna TV-n. Kérem, ne feledjék, hogy május 26-tól június 15-ig 100 euró erejéig 100% bónuszt ad a Bet at Home minden fogadónak. Viszont látásra, találkozunk egy hét múlva. Jó éjszakát kívánok! Looks like there could be handbags here. Játék az élet. Bet at home.com. Most 100%-os VB bónusz.